Szeretettel köszöntök mindenkit itt a Polgári Mulatóban és a YouTube csatornán a nézőket. Most egyébként engedjék meg, hogy megkérjem őket, akik ott követnek minket, hogy most iratkozzanak föl, amíg nem tették meg. Úgyhogy át is adom a szót Babuty Zoltánnak, fogadják nagy szeretettel. Akivel méltóképpen megemlékezünk október 6-a eszmeiségéről, az előzményekről és magáról a 13 aradiról. Nagy tisztelettel megkérem Zoltánt, hogy tartsa meg az előadását. Köszönöm. Köszönöm szépen a szót. Én is mindenkit nagy tisztelettel köszöntök. A Nemzeti Gyásznap, ugye október 6-a alkalmából. Ugye 2001 óta október 6-a a Nemzeti Gyásznapok sorába tartozik, és ebből az alkalomból gyűltünk össze, hogy a 174 esztendőben ezelőtti eseményekre emlékezzünk, illetve eseményekről emlékezzünk meg. Én hoztam magammal egy PPT előadást, gondoltam, egy kicsit színesítem a mondandómat, tehát ne csak az én hangomat hallják, hanem egy kicsit vizuális élményben is legyen részük. Az előadással kapcsolatban szeretném azt elmondani, hogy egy pár szót szólnék a császári megtorlásnak a mechanizmusáról, amely 1849. október 6-án csúcsosodott ki, az aradi 13 kivégzése, illetve gróf Batthyány Lajos pesti kivégzése időszakában, és külön-külön beszélnék az aradi vértanúk személyiségéről. Ki, honnan jött, mit csinált 1848-49-ben, illetőleg az egyes vértanúk esetében én megpróbáltam utána járni annak, hogy a valóságban mik lehettek az utolsó mondataik. Mert hogyha kinyitjuk a közösségi oldalt, ugye október 6-a előtt sorra másra jönnek elő ezek a különféle posztok, hogy az aradi vértanúk ezt és azt mondták annak idején. Hát őszintén megmondom, hogy ezeknek a valóság tartalma az a nulla felé tendál, mert a valóságban ilyeneket egyáltalán nem mondtak. Hogyha valaki erre kíváncsi, akkor érdemes a Katona Tamás által szerkesztett az Aradi Vértanúk című kettőkötetes munkát, a dokumentumgyűjteményt elővenni. Az abban található visszaemlékezések segítségével lehet rekonstruálni, hogy mit mondtak, illetve mit nem mondtak az aradi vértanúk a kivégzésük napján, tehát 1849. október 6-án. Ha a megtorlásról beszélünk, akkor nem lehet megkerülni a megtorlás gépezetének egyik fő fogaskerekét, Báró Julius Jakob von Hajnau táborszernagyot, aki a magyarországi császári királyi hadseregnek volt a főparancsnoka. Ugye 1849. május 30-án nevezték ki, de ekkor foglalt el ezt a pozíciót, ugye ő volt az a bizonyos brescsiai hiéna, ő volt a borotva, akit Ferenc József ugye elővett, és ezzel akarta a forradalmi hüdrának a fejét lekaszabolni, hogy annak idején ezt Hajnau írta volt, és az egyik levelében Radetzky tábornagynak Észak-Itáliába. Már Hajnau előtt is egyébként működött a császári megtorlás, de félgőzzel, ha szabad így mondanom. Ugye Windischgrätz alatt is már végeztek ki embereket, főleg az alsóbb néprétegekből, mintegy 13 kivégzés történt Windischgrätznek a magyarországi parancsnoksága során. És aztán sorra másra születtek a halálos ítéletek, ugye az elfogott tisztekkel szemben folytattak le hadbírósági eljárásokat, de ezeket az ítéleteket nem hajtották végre. Na hát jött a borotva, ugye Hajnau, és a működését azzal kezdte, hogy 1849. június 5-én a pozsonyi Szamárhegyen felakasztatta Báró Medgyánszky László őrnagyot, illetőleg Gruber Fülöp századost, akik a lipótvári őrség kötelékébe tartoztak, ez ugye 1849. február elején kapitulált a császári csapatok előtt, és ez a kivégzés sokkolta a magyar társadalmat, mert eddig nem volt arra példa, hogy magyarországi főrendet ilyen módon végezzenek ki, aki ráadásul császári királyi tiszt is volt 1848 előtt. Aztán ahogy halad előre a magyarországi hadjárat, tehát már a nyári hadjárat során, a császári hadsereg nyomában azért történnek kivégzések, valakit Kossuth bankó rejtegetésért, vagy éppenséggel gerilla tevékenységért, fegyverrejtegetésért, császári futárok elfoglalásáért, kifosztásáért ítélnek halálra, de elég volt mondjuk egy a templom szószékéről elhangzó a magyarokat támogató nyilatkozat, vagy a császáriakat ostorozó megnyilvánulás, az illető lelkészt is kivégző osztag elé állították. Nem egy eset történt ugye 1849 nyarán ebben az időszakban.
Aztán, hogyha tovább nézzük az itt felsorolt neveket, adatokat, egy-két érdekességet szeretnék azért elmondani, de például a székesfehérvári népfelkelés követően is végeztek ki embereket 1849. augusztusában, és ahogy már a szerepel is a PPT-n, ugye a függetlenségi nyilatkozat kihirdetéséért, például a kokáért, azért is végeztek ki embereket, hogy mintegy 5 főt lőttek agyon Pesten. Hrubi Gyula őrnagynak a nevét azért írtam föl külön, őt 1849. augusztus 20-án lőtték agyon Temesvárot, mert ő volt a legfiatalabb vértanú. 23 esztendős volt egyébként, Görgőinek volt a parancsőr tisztje. Mi történt vele? Elfogták a császáriak, megállapították a személyazonosságát, kiderült, hogy 1848 előtt a császári hadseregben, mint aktív tiszt teljesített szolgálatot, ez már elég volt a halálos ítélethez. Ki is végezték abban a pillanatban, miután megtörtént az ítélet hirdetése. Hajnónak az volt az elképzelése egyébként, hogy túl azon, hogy a politikai vezetőséget bíróság elé állítatja, és akit lehet, ki fog végeztetni. Ezt kiterjesztette azokra az emberekre is, akik a császári királyi hadsereg kötelékében teljesítettek tiszti rendfokozatban a szolgálatot 1848 előtt. Tehát voltak éppen több ezer emberről volt szó, hiszen 48 előtt nagyon sok magyar ember szolgált tisztként a nemesi rétegből a császári királyi hadsereg kötelékében. Egy részük ugye, mint kvietát, tehát kilépett tiszt került a honvédsereg kötelékébe, másokat pedig 1848-ban szabályos parancsal irányítottak át a szerveződő honvéd hadseregbe, ugye 5. Ferdinánd parancsára érkeztek az egyes alakulatok ide vissza Magyarország területére. Meg kell ugye említenünk Ormai Norbert ezredesnek a nevét, aki az első aradi vértanú egyébként, ugye 1849. augusztus 22-én végezték ki, tehát felakasztották Aradon. Az ő esetében is az történt, hogy megállapították a személyazonosságát. Őnála annyival cifrább volt a történet, hogy ő 1840-ben belekeveredett egy pánszláv összeesküvésbe, és felségsértésért 14 év várfogságot kapott. 1848-ban szabadult amnestiából, és utána ő honvéd ezredesként a vadászcsapatok megszervezésében szerzett elégyültetlen érdemeket, de egy nagyon ügyes politikus volt, aki tudta azt, hogy nem csak a nadrágosok, hanem a szoknyások között is kell udvarolgatni. Tehát magyarán szólva nem csak Kossuth apánkkal, hanem a kedves feleségével is jó viszony tápolt. Ebből adódóan Kossuthnak a két kisfiát is beöltöztette honvéd vadásztiszti egyenruhába, amit ugye Kossuth visszautasított, hogy az ő fiai nem főhercegek, hogy őket tisztiranggal meg kelljen kínálni, de valószínűleg tetszett neki, hogy a két fiú gyermek az ilyen vadásztiszti uniformisban rohangált az apjuk körül. Meg kell említenünk még Murman Sámuel őrnagynak a nevét is, aki szintén 1848 előtt a császári hadseregben teljesített tiszti szolgálatot. Őnek is ez volt a legnagyobb bűne, ezért végezték ki Temesvárot 1849. augusztus 25-én. Egyébként, ahogy haladt előre a nyári hadjárat, és egyre inkább kerültek fogságba a honvédek és a honvéd tisztek, a Hajnónak a haragját még inkább az növelte, hogy a magyar fősereg, úgymond, a Görgei vezette feldunai hadsereg, az nem a császári csapatok előtt tette a fegyvert, hanem a cári hadsereg előtt, ugye a világos melletti szőlősi síkon. Ugye Görgei ezzel az utolsó tettével azt akarta a világ tudtára adni, hogy voltak éppen a magyar szabadságküzdelmet, ezt nem a császári hadsereg gyűrte le, tehát tévedés ne essék, hanem ez a cári szuronyak kellettek. Tehát egy intervenciós hadseregnek kellett a beavatkozása ebbe a küzdelembe, és ez bizony Hajnónak nem esett jól, akármennyire is nagy hadvezér szerepében akar tetszelegni. Egyébként való igaz, hogy egy igen tehetséges hadvezér volt amúgy Hajnaú, de hát a cári szuronyok segítségével azért bárki tudott győzedelmeskedni már az akkor kimerülőben lévő honvédsereg fölött. Itt következett el ugye 1849. október 6-a, ugye a 13 aradi vértanú kibégzésének a napja. Én úgy fogok mesélni az aradi vértanúkról, ahogy a kibégzések történtek, tehát első körben
arról a négy személyről szeretnék megemlékezni, akiket kegyelemből Porés Golyó által végeztek ki. Miért volt ez a kegyelem? Azért volt, mert ezek a tisztek vagy a császári csapatok előtt tették le a fegyvert, vagy pedig effektív módon nem harcoltak a császári hadsereggel szemben, tehát olyan szolgálatot teljesítettek, hogy nem vettek részt közvetlen hadműveletekben. Lehet olvasni az idézett szöveget, amelyet ugye gróf Leiningen Westerburg Károly írt még 1849. október 6-ának hajnalán, amikor a kivégzésnek a sortüzei eldördültek. Ugye reggel 5 óra 30 perckor kísérték ki a négy elítéltet egyéb iránt az aradi erődnek a hatos sánca melletti részre, és ott végezték ki őket. Az első volt a sorban Dezsőfi Arisztid honvéd tábornok, aki egy felső magyarországi nemesi családnak volt a sarja, egy igen régi nemesi családról van szó, a Dezsőfi familiáról. Ő egy igen vitéz és derékú szártiszt volt, és tehát ugye például a kokáért 1849. februárjában a kompolti rajtaütés az ő nevéhez fűződik, amikor huszárjaival megtámadta az ott állomásozó vérteseket és szétkergette őket. Ez egy igen jelentős fegyvertény volt az ő részéről. A nyári hadjáratban lépett elő egyébként tábornokká. Az előélete igen szerencsétlen alakult, hogy sokáig a császári hadseregben teljesített szolgálatot, és századosként lépett ki, tehát úgy került nyugállományba, nem tudott előre haladni a ranglétrán, tehát mintegy 20 esztendei szolgálat után betette le a császárnak a kabátját. Első feleség és gyermekei mind meghaltak, és érdekes módon 1849 nyarán, a nyári hadjárat kellős közepén valahogy őt a szerelem hatalmába kerítette, és feleségül vette Szinyei Merse Emmát. 1849. július 5-én történt az esküvő itt Pesten, és azt követően pár nappal később Dezsőfi Arisztid honvéd tábornok már a turai lovassági ütközetben vitézkedett. Ezt azért említem meg külön, mert az ütközetben részt vett többek között Degrey Alajos, a Máciusi ifjak egyik kiváló képviselője, aki a 16. Károlyi huszárezred alamányában szolgált kapitányként. És Degreynek a naplójából tudjuk azt, hogy ott volt Dezsőfi a turai ütközetben, és miután már orosz fogságba estek, egy Olga huszár kapitány megszólította Degrey Alajost már ott a fogság időszakában, hogy hát, hogy mi ismerjük egymást. És akkor Degrey nézett rá, hát honnan ismernénk egymást. Én mondja neki az orosz tiszt, hogy hát Turánál találkoztunk. És akkor így, igen, persze, ott voltunk mi Turánál. Erre megszólal az orosz tiszt, hogy ha csak azt a püspököt láthatnám, aki ott volt veletek, az valóságos halálangyala volt. És akkor elkezdett gondolkodni Degrey, hogy vajon ki az ördög lehetett ez a püspök, akire az orosz tiszt gondolt. Aztán eszébe jutott, hogy basszus kulcs, hát valószínűleg ez Dezsőfi Arisztid volt, aki tábornoki egyenruhában vett részt, tehát gála egyenruhában vett részt ebben a küzdelemben, és a nyakában lógó feszület miatt gondolták azt az oroszok, hogy egy magyar püspök ott verekedik a magyar huszároknak a soraiban. Dezsőfinek tiszta volt a lelkiismerete, az utolsó éjszakáját megpróbálta átaludni, ugye lehet is olvasni azt, hogy mit mondott az őt felébresztő lelkésznek, hogy azért tudott aludni, mert tiszta a lelkiismerete, és valóban ugye úriember módjára ment ki a kivégzésre, ami azt jelenti, hogy fehér glasszékesztyűt húzott egyébként a kezére, úgy ment ki, és amikor kiírtak az aradi vásáncokba, ahol a kivégzési négyszög fölállt, akkor a kivégzés úgy történt egyébként, hogy három katonát szólítottak ki, akik ugye leadták a halálos lövéseket, egy a fejre, kettő pedig a szívre kellett, hogy célozzon. Körülbelül két lépés távolságról adták le ezeket a lövéseket, ami azt jelenti, hogy közvetlen közelről adták le. Dezsőfinek szerencséje volt, mert ő vele ugye végzett az első ilyen sortűz. Egyéb iránt a csehországi 25-ös Woher gyalogezrednek a katonáit rendelték ki erre a kivégzésre, és egy József Ticsi őrnagy volt a kivégzési négyszőnek a parancsnok, aki hát eléggé, azt lehet mondani, kincstáni módon bánt a kivégzendőkkel. Erről a korabeli tudósítások mind megemlékeztek, tehát elég, hogyha megnézzük, hogy a lelkészek, akik ugye az utolsó éjszakájukon fölkeresték a leendő vértanúkat, miket írtak arról, hogy hogyan és mint
szerint történtek ezek a kivégzések. Dezsőpinek a holteste egyébként ott maradt az aradi vásáncokban, és utána a fiatal felesége a rokonai segítségébe ki tudta váltani. 1850 nyarán kalandos körülmények között sikerült megtalálni az ő holttestét, csak sikerült az őrséget is megvesztegetni, viszont nem tudták koporsóba tenni a holttestet, olyan termetes volt, és ketté kellett fűrészelni. Úgyhogy két ládában vitték haza Margonyára. A szegény fiatal felesége nem is ismerte föl Dezsőfi Arisztidnek az eltorzult arcvonásai miatt a néhai férjét. Az egyik szempogának a hiánya vezette rá arra, hogy valóban az ő néhai férje maradványait tartalmazzák ezek a ládák, és így került a margonyai családi kriptába. Ezt azért kell külön megemlíteni, mert a Aradon, a vesztőhelyen, ma 11 aradi vértanúnak a csontjai porladnak, ketten nincsenek Aradon, az egyik Dezsőfi Arisztid, a másik pedig Elemér és Ittebé Kisernő Honvéd altábornagy. Ha most megemlítettem Kisernőnek a nevét, azt is el kell mondani, hogy a történelmi emlékezet általában 13 aradi honvéd tábornokról szokott megemlékezni. A valóságban azonban egy altábornagyot, 11 vezérőrnagyot és egy ezredest végeztek ki Aradon 1849. október 6-án. A következő, Sved József, egy német származású honvéd tábornok, aki arról volt ösmeretes, hogy őrnagy volt 1848 előtt, és a IV. Sándor huszárezredet ő hozta haza Bécs környékéről 1848 késő nyarán. Az ő egyik alantosa volt egyébként Pöltenberg Ernő, aki ennél az ezrednél, mint százados teljesített katonai szolgálatot. Svejdlő József egyébként a magyar kormány mindenkori szállásőrségének volt a parancsnoka, és ahogy itt lehet olvasni az utolsó szavait, ugye a kezében tartott egy feszületet, amit szeretett volna az aradi várban rabaskodó fiának, Svejdlő Bélának eljuttatni, de aztán egyet gondolt, és azt mondta a lelkésznek, hogy majd, ha meghalt, tehát végeztek vele, azt követően vegye ki a tisztelendő úr a kezéből a feszületet és adja át fiának. Ezt az utolsó kérését egyébként teljesítette is az őt kísérő lelkész. Itt van Kisernő Honvéd altábornagy, egy örmény származású, dúsgazdag délvidéki nábob, szó szerint dúsgazdag volt. Gondoljunk bele abba, hogy 1848 előtt azért a császári királyi hadseregben nagyon nehézkes volt a tiszteknek az előmenetele. Itt általában tehát úgy működött a dolog, hogy ki kellett várni az előrelépési időszakot, de Kisernőnek megvolt hozzá az anyagi tehetsége, hogy egy kicsit megolajozza ezt a nehézkesen működő előépítési rendszert, ami azt jelentette, hogy megvásárolta a rangban előtte állókat. Így jutott előre a ranglétrán. 1845-ben már így kapta meg a második Hannover huszárezrednek a parancsnoki beosztását, és ezredesi avanzsát. Egyébként egy rettenetesen hiú ember volt, szerette a kitüntetéseket, így a pápai Krisztusrend lovagja volt, és a hannoveri Guelfrendet is megvásárolta magának. És miután tehetős ember volt, megtehette azt, hogy utána kinevezték a Hannover huszárok parancsnokává, az ezrede állományát vadonatúj egyenruhákba öltöztette, tehát mindenki új egyenruhát kapott, még a lovak is kaptak új fénymázas lószerszámot. Ebből adódóan a Hannover huszárokat Csecseh huszárotnak is nevezték, mert hogy olyan színpompás egyenruhával rendelkeztek. Egyébként a második huszárezrednél, a Hannover huszárotnál szolgált nála, tehát Kisernő alatt beosztott tisztként Bécsei Károly huszárőrnagy, és Nagy Sándor József huszárkapitány is, tehát ők ismerték már 1848 előtti időszakból is egymást. Az, hogy mennyire volt hazafi Kisernő, azt mi sem mutatja jobban, hogy 1848 tavaszán nyarán, amikor a hazának ugye anyagi javakra is szüksége volt, akkor Kisernő a saját családi ezüstjét ajánlotta fel a haza oltárán, ami hát nem volt kis mennyiség, képzeljék el, hogy mintegy 12 mázsa ezüstről van szó. Ezt felajánlotta a haza oltárára, és hogy ezt követően ő a délvidéken vitézkedett, nem volt egy nagyon tehetséges parancsnok, a szabad így fogalmazni, és nem volt minden gáncs nélküli lovaga, hogy ezt a császári királyi hadbíróság Aradon megállapította,
Ugye 1849-ben el is mozdítják a délvidéki panastoki beosztásából, azonban ő, mint eredendően magasrangú volt császári tiszt, mégiscsak egy igen erőteljes egyénisége volt a honvédsereg tisztikarának, tehát így ebből adódóan mégiscsak egy jelentős személyiség volt Kisernő, aki később megkapta az országos főhadparancsnoki tisztséget, és a tavaszi hadjáratban például a Tápióbicskinél és 60-nál is részt vett a küzdelemben, de mint tábori szemlélő, tehát nem vett részt a harci eseményekben, tehát emiatt is ítélték Por és Golyó általi halálra. Egyébként az aradi fogságban például ő volt az, aki levelet írt Klapka Györgynek, a komáromi erődparancsnokának is kérve kérte, hogy adja már fel azt az erődöt, mert soha nem lesz vég az ő bírósági tárgyalásuknak, és ő is azok közé tartozott, aki az utolsó pillanatig abban reménykedett, hogy az egész csak egy rossz tréfa. Az utolsó pillanatban megkegyelmeznek nekik. Hát 1849. október 6-án kiderült, hogy mi a kegyelem, az ő esetében Por és Golyó általi halál. Amikor ott volt ő is az aradi vásáncokban, az első sortűz bármennyire is hihetetlen nem végzett vele, csak az egyik lövedék érte a vállát. A többiek addigra már összecsuklottak, ő viszont kapkodott a levegőben, a parókája ott volt neki a fején, és az, hogy a másodjára hogyan dördült el a sortűz, hogy a katonák maguktól lőttek, vagy pedig egy altiszt közvetlen közelről lőtte fejbe, azt nem lehet tudni. De az tény is való, hogy amikor aznap éjjel a tiszti legénye Kovács Mihály közhuszár kimenekíti a holttestét az aradi vásáncokból, az ő leírásában tudhatjuk azt, hogy amikor egy szállásra elvitték szeretett gazdájának a tetemét, akkor a fejét össze kellett drótozni neki, ugyanis közvetlen közelről fejbe lőtték Kisernő honvéd altábornagyot. Aztán utána az ő földi maradványai kerültek a délvidéki elemére, mai napig is ott található egyébként a templomnak a kriptájában. Lázár Vilmos, aki honvéd ezredes volt, tehát nem tábornok, viszont ugye ő a 9. hadtest maradványainak volt a parancsnoka, tehát mint önálló seregvezér került az aradi vésztörvényszék elé. Boldog házasságban élt, Báró Revicki Mária volt neki a felesége. Az ő első házasságából, tehát a felesége első házasságából volt 3 gyermek, azokat a sajátjaként nevelte. Egyéb iránt volt császári tiszt, akinek hát az utolsó gondolata is a felesége és a gyermekei voltak, amikor kivégezték az aradi vásáncokban. Ők voltak 4-en, tehát a Por és Golyó által kivégzettek. Reggel 6 órakor vitték le az Appelplacra, tehát az alakuló térre a 9 akasztásra ítélt honvédtábornokot, hogy kikísérjék őket a Zsigmondházi létre. Most maga az akasztásnak a metódusa úgy történt, hogy a hóhér, Franz Bott az éppen a felmondás idejét töltötte. Nem volt elég az akasztás, és ő vissza akart menni Brünnbe, hogy ott folytassa civil mesterségét, de hát a felmondási időt ki kellett tölteni. Hát pont ekkor történtek ugye az október 6-ai kivégzések, és miután nem volt idő, ugye a kérdés fölmerül, miért pont október 6-a, ezt gondolom, hogy önök közül is emlékeznek a régi iskolai tanulmányaikról, hogy 1848. október 6-án Latour hadügyminisztert Bécsben meglincseli a tömeg. Ennek az egyéves évfordulója alkalmából Hajnó akart példát statuálni, tehát a szabadsághoz vezető katonai képviselőt kivégezteti Aradon, ezért esett a választás október 6-ára. Nem tudtak tisztességes bitófát ácsolni, mint hogy lehet is látni a Torma János féle festményen, hanem egy építkezésből származó faanyagból eszkábálták össze a bitókat. Ezek tölgyfából készültek egyéb iránt, és némelyik bitófa alacsonyabb volt, mint akit kivégeztek. Gondoljunk csak Damjanich Jánosról, vagy éppenséggel Gróf Leiningen Westerburg Károlyra, akik azért elég magas termetőek voltak. Az ő esetükben, amikor az akasztás történt, egyrészt ugye a hóhér megpróbálta eltörni a nyakcsigolyáját a szerencsétlen vértanúnak, még a két hóhér segéd pedig a karjait húzta lefelé, hogy ezáltal tudjanak nyomást tenni a kötére, és így is próbálják meg kivégezni az illetőt. Hát elég szörnyűséges pillanatokat okoztak ezeknek az embereknek az utolsó percekben. Az akasztottak között ugye első volt a sorban
Pöltember Gerdő Honvéd tábornok, akit hát ugye mi Pöltember Gerdőként ismerünk, de a valóságban ez Ritter Pölt von Pöltenberg volt, egy osztrák polgári családnak a leszármazottja. A mai napig nem lehet tudni pontosan, hogy mikor született, tehát itt azért is van kérdőjeletéve a születési időpontja, hogy valószínűleg 1813-ban született, három gyermek édesapja volt, és a IV. Sándor huszárezredben teljesített szolgálatot. Pöltenbergről el kell mondanunk azt, hogy túl azon, hogy nagyon vitéz és derék huszártiszt volt, magyarul nem tudott, csak káromkodni. Ugyanis a huszárjai megtanították, akik ugye a tűzbe is mentek volna érte. Amikor 1848 késő nyarán a Sándor huszárokat hazavezénik Magyarország területére, akkor Pöltenberg Ernő kézzel lábbal tiltakozik az ellen, hogy ő Magyarországra kerüljön. Látja azt, hogy milyen úgymond zavaros események vannak az ország területén. Ő sokkal inkább szeretne az észak-itáliai hadszíntére kerülni, Radetzky tábornagynak a hadseregébe. Még arra is hajlandó, hogy lemondjon az előléptetési lehetőségéről, csak ne kerüljön Magyarországra. Hát végülis ez történik, hogy Magyarországra kerül, és onnantól kezdve, hogy letette az esküt a magyar alkotmányra, ugye szívvel, élekkel szolgálta a magyar szabadság küzdelmet. De az egyik legkiválóbb hadtest parancsnok volt, ugye ő volt aztán a nyári hadjárat során a 7. hadtestnek a parancsnoka. Ő is reménykedett a kegyelemben, de hát a kegyelem arra terjedt csak, hogy elsőként akasztották föl. Egyébként amikor kimentek a Zsigmondházi létre, állítólagosan mondott azt, amit ugye lehet is olvasni itt a kis dián, hogy szép kis deputáció, hogy az Úristenhez, hogy a magyarok ügyét képviselje. És amikor kiérnek a bitófák, az akkor állítólag Bécsei teljes mértékben elszűnhet, hogy hát ilyen bitófákat készítettek számunkra. Ekkor mondta neki Nagy Sándor József, hogy hadd el pajtás, ez a legcélszerűbb, meg a legegyszerűbb. És így mentek ki a Zsigmondházi rétre. A következő, a második volt Török Ignác honvéd tábornok, aki Gödöllőn született egyébként, magyar nemesi származású volt, hadmérnök akadémiát végzett, nem nősült meg, az egyik, vagy a testvére a császári hadseregben, mint hadbíró teljesített szolgálatot, tehát ő a másik oldalon volt 1848-49-ben. Török Ignác kiváló hadmérnök volt, aki nem hazudtolta meg önmagát, az utolsó éjszakáján is Wobennek egy erődítési szakkönyvét olvasgatta a síralomházban, így készült fel az utolsó útjára. Egyébként ugye több erődítést is ő készítetett el, sőt egy időben ő volt Komáromnak a parancsnoka, ő akadályozta meg azt, hogy 1849. januárjában a komáromi erőd a császári csapatoknak a kezébe kerüljön át. Amikor a bitópához szólították, akkor a fején lévő paróka leesett róla, és a hideg őszi levegő miatt sírógörcsöt kapott. És a kivégzést vezető tiszt, ugye ez a bizonyos Tihi őrnagy rárivolt, hogy nem szégyeli magát, sír, mint egy gyerek. És akkor mondta neki Török Ignác, hogy szégyelje magát ön, hóhérlegény. És amikor a bitóhoz lépett, és a nyakára tették a kötelet, akkor a szívszélhűdés végzett vele. Tehát mint halott embert akasztották föl Török Ignác honvéd tábornokat. Az utolsó útján egyébként hűséges Pincsi kutyája elkísérte, aki egész nap ott ült gazdája holtest, himbálódzó holteste mellett a Zsigmondházi réten. Török Ignácról még egy dolgot engedtessék be nekem, hogy elmondjak. Túl azon, hogy kiváló hadmérnök volt, ő 1848 előtt a Magyar Király Nemesi Testőrségnél is szolgált egy jó ideig, ahol erődítéstant oktatott. Többek között volt neki két később híressé vált tanítványa, az egyik nem más, mint Görgei Artúr, a szabadságharc legendás hadvezére, a másik pedig Lapka György honvéd tábornok, a komáromi oroszlán. Tehát ők fiatal testőrként Török Ignácnak voltak a tanítványai. A harmadik volt a sorban Lánner György honvéd tábornok, aki óriási bűnt követett el, legalábbis Bécs szemében. Ő volt az, aki a magyar hadipart megteremtette, amelynek segítségével sikerült felszerelni és felfegyverezni a magyar honvéd hadsereget, és ennek révén vált képessé a magyar honvéd hadsereg
hogy az európai kontinens egyik legjobban kiképzett hadseregével, a császári királyi hadsereggel fel tudja venni a küzdelmet, és ki tudja elbrudolni az ország területén, ugye az 1849-es tavaszi hadjáratra kell itt elsősorban gondolni. Tehát emiatt volt Szálka Bécs szemében, hogy ő a legválságosabb időszakban Nagyváradon megteremtette az állami országos fegyvergyárat, lőszert, fegyert, ágyút, egyenruhát, mindent, amit lehetett azt a honvéd hadsereg számára megpróbált előteremteni. Ugye utolsó éjszakáján, miután elköszönt feleségétől egy bűbájos olasz asszonyka volt a felesége, Lucia Concetti, ugye még lélekben is elköszönjön tőle, egy nagyon jó fuvolajátékos volt, Láner György, elővette a hangszerét, és Donizetti Lammermoor Lucia című operájából a Haldokló Edgárnak az áriáját fuvolázta el a várbörtönben, és aztán ugye másnap ugye ő is kiment erre a bizonyos utolsó útra. Következett Knézics Károly, honvéd tábornok, ő volt a negyedik, akit felakasztottak. Ő egy horvát határőr családnak volt a sarja, 1808-ban született, tehát 215 esztendővel ezelőtt. Mondhatnánk azt is, hogy ő a mi horvát hősünk. Mert ugye a Bécs aktamunkájának köszönhetően a nemzetiségek sorra ellenünk oszította. Gondoljunk arra, hogy így robbant ki a délvidéki kis háború a rácokkal, tehát ugye a rác felkerés így robbant ki. Erdélyben az oláhokat oszította ránk, a felvidéken a tótokat. A horvátokat, hogy jelasíts, horvátbán segítségével. Azonban ennek ellenére nem csak olá, hanem délszláv katonák is szolgáltak a magyar honvédség kötelékében, vagy beszéljünk arról a több tízezer tót honvédról, akik nem a császári hadseregben, hanem a magyar honvédség kötelékében harcoltak a mi hazánkért, illetve a közös hazáért és a közös függetlenségért. Knézics Károly egyébként egy egri leányt vett feleségül, kapitány Katalint, tehát boldog házasságban élt, két lánygyermeke volt, és ugye 1848 késő nyarán került le a délvidéki hadszintére, mint százados, később a zászlójának a 34. sorgyalogezett harmadik zászlójának lett a parancsnoka, szépen haladt előre a ranglétrán, többek között ugye a szolnoki ütközetben verekedett igen jeles módon, később aztán hadosztályparancsnok lett belőle, a tavaszi hadjáratot így küzdötte végig, és 1848 áprilisának legvégén vett át a harmadik hadtestnek a parancsnokságát, május 1-én lépett elő tábornokká, és amikor a budai ostromra került a sor, ugye ő is ide érkezett a harmadik hadtesttel, azonban átadta a hadtest parancsnokságot. Mi volt ennek a hátterében? Kiderült ugyanis, hogy az erődben, tehát a budai várban a védők között van az egyik testvére. Hárman voltak egyébként testvérek, ugye három fiú. A legidősebb, József nevű bátyja, az egy évvel korábban 1848 nyarán az észak-itáliai hadszintéren halt hősi halált, mint a császári hadseregnek az egyik vadásztisztje. És a Knézics Károly volt a középső a fiúk sorában, és volt egy öccse, János. Ő egy darabig a honvéd hadseregben szolgált hadnagyként, majd úgy döntött, hogy ő inkább mégiscsak a császárnak a hűségére térne vissza. Így került a budai várnak a védő csapatainak sorába, és amikor ezt megtudta Knézics, hogy a saját öccse ott van a védő között, nem akarta, hogy a saját testvérével kerüljön szembe a végső rohan során, ezért inkább átadta a parancsnokságot Leiningen-Besterburg Károly ezredesnek, és ő vezette rohamra a csapatokat 1849. május 21-én, amikor a döntő rohamra sor került. Vécsei is egy érdekes ember volt, ugye miután horvát ember, hívő katolikus, ezt lehet tudni a visszaemlékedésekből, aki a katonáival együtt élt. Tehát ő is ugyanazon a menázsin volt, mint amit a legénység, nem főztek rá külön. Ezt Bobik Gusztávtól, az ő segédtisztjétől tudjuk, aki egyben a gyóntatója is volt, hiszen ő felszentelt papként szolgált már 1847-től. És mint hadtest parancsnok aztán a nyári hadjárat során sajnálatos módon nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, ugyanis ha szabad így fogalmaznom, nem örvendett osztatlan népszerűségnek, köszönhetően annak, hogy folyton a felesége szoknyáján ült.
ha megnézzük, vagy fellapozzuk Gróf Leiningen-Westerburg Károlynak a naplóját, abban bizony igen keresetlen és igen csúnya szavakkal írta le, hogy Knéz István megint a feleségével tölti az idejét. A tábornoknői megint ott van a csapatok köreiben. Asszony nem való a táborba. Knézics kicsinyes, kisstílű, tehát nagyon-nagyon erőteljes szavakat használt Knézicssel kapcsolatban. Ennek az lett a vége, hogy a nyári hadjárat során, amikor a vágmenti áttörésre került volna a sor, hát Knézics nem szerepelt a legjobban. Ennek az lett a vége, hogy a Peredi csatának az első napján, 1849. június 20-án Görgei azon mód leváltotta a harmadik hadtestnek az éléről, utána Knézics Károly ide került Pestre, szabályzat szerkesztéssel foglalkozott, majd pedig egy új hadtest parancsnokságot kapott, a tiszai megfigyelő csapatotnak lett a parancsnoka, és így került aztán, miután csatlakozott a görgei féle feldunai hadsereg, ez a világos melletti szőlőse, és ott tette le a fegyvert. Az, hogy a várbörtönben aradon mi történt vele, sok mindent nem lehet tudni, mert elég szűkszavúak a források. Azt lehet tudni, hogy szinte teljesen összeomlott, amikor kiderült, hogy halálra ítélték őket, és nincs semmilyen remény arra, hogy kegyelmet kapjanak. Folyton szegény, szerencsétlen feleségét emlegette még egyik legkedvesebb bajtársának, Tóth Ágoston, Honvéd ezredesnek is, aki az utolsó estéjén elkísérte. Egyébként nagyon szerencsétlenül alakult a családnak a sorsa, de miután Knézist tábornokot kivégezték, a felesége beleőrült abba, hogy a férjét elveszítette. De két kislány maradt utána árván, akiket az egrélyesek nevelt föl egyébként. Tehát ez egy ilyen érdekes utótörténete Knézics Károlynak. Ő, amikor a Bitóhoz lépett, akkor a szemüvege leesett az orráról, és megszokásból lehajolt, hogy fölvegye a szemüvegét. És Rári volt ugye a kibégzést vezénylő Tihi őrnagy, hogy hát, nem kell magának szemüveg, lát meg az akasztófán anélkül is. Azért Bécsei fölvett, és úgy lépett a Bitófához, és úgy akasztották őt föl. Nagy Sándor József honvéd tábornok valóban magyar származású volt, ugye ő is azon kevés ember közé tartozik, aki az eredeti birtokos sorából magyar származásúnak mondható, hogy nagyváradi nemesi családnak a sarja volt. De 1847-ben lépett ki a II. Hannover huszárezrednek az állományából, ahol főszázadosként teljesített szolgálatot. Hát ő sem volt az a kiváló hadtestparancsnok, a szabad így fogalmaznom, de egy rendkívül lelkes és nagyon jó huszártiszt volt, aki szintén a nyári hadjárat során esett szerelembe, tehát a nyári hadjárat összecsapásai során még arra is volt ideje, hogy a kedvesének szerelmes leveleket írogasson, és azt futára elküldje neki, amelyet ugye a leányzó meg is kapott. A Nagy Sándor egyébként Kossuthnak a feltétlen hívei közé tartozott, tehát ő volt az, aki folyton-folyton Görgei ellen ágált, de már az aradi várbörtönben voltak, sőt, már amikor az utolsó útra mentek ki, akkor is Domenics Jánost azzal flaszlizta, hogy mondta neki, hogy nem, de megmondtam én neked, hogy Görgei Bitóra fog bennünket juttatni. És Domenics mondta neki állítólag, hogy hát igen, belátom, hogy igazad volt, tényleg ez fog történni. Amikor a Bitó elépett, akkor ugye ő mondta ezt a nevezetes latin szentenciát, hogy hodiem mihi crass tibi, tehát ma nekem, holnap neked, és így végezték őt ki a Franz Bott és a hóhér segédek. Gróf Leiningen-Westerburg Károly volt a legfiatalabb aradi vértanú, a maga 30 esztendejével. Egyébként ugye őt Karl August Graf zu Leiningen-Westerburgát Leiningennek hívták, és magyarul nem tudott egyébként, azt tegyük hozzá. A katonái körében tanult meg magyarul, azok nem kis derültségére. A naplójából tudjuk azt, hogy számtalan alkalommal ki is nevették az emberei, amikor tört magyarsággal próbált őket buzdítani. Ő is egy kiváló tábornok volt 1849 nyarán, a katonái istenítették egyébként, hogyha elolvassuk a naplóját, kiderül belőle például, hogy amikor a cibakázi ütközetben a császáriaknak a fogságába esett, a saját emberei mentették ki, nem is kímélve a saját testi épségüket, és ugye Leiningen megpróbált a katonái előtt jó példával előjárni, ami azt jelentette, hogy például a Tápióbicskei ütközetben 1849. április 4-én, akkor dandárparancsnokként volt jelen, de alezredesi rendfokozatban,
megmondta az embereinek, amikor látta, hogy folyton izegnek, mozognak, ugye a fütyülő golyók elől elhajolgatnak, hogy hát nem kell elhajolni a golyó elől, nem kell neki köszönni, ha akar eltalál, ha nem, akkor meg nem. És azt mondta a katonáinak, hogy aki rajta kapja őt, mármint Leiningent, hogy köszön a golyónak, annak egy aranyat fog fizetni. És itt Tápióbicskénél történt meg, hogy egy golyó túlzottan közel zizegett el a füle mellett, és ő ösztönösen a lova nyakára borult. És az egyik honvédje, kis honvéd odapattant hozzá, és mondta, hogy alás szolgálja, alezredes úr. Ezen az egész zászlóval jót derült, a 19x3-as Schwarzenberg zászlóiról van szó. Leininger is fizette neki az egy aranyat, és közölte, hogy innentől kezdve mindenkinek fizet egy aranyat, aki rajta kapja, hogy köszön a golyónak. Soha többet nem történt ilyen. Ez az egyetlen egy eset volt a tápióbicskei ütközetben. Ha már Leiningen személynél tartunk, azért azt is mondjuk el, hogy ugye 48-49-nek az egyik legszebb prózai megörökítője Jókai Mór volt, gondoljunk csak a Kőszívű ember fiai című halhatatlan regényére, és ebben a regényében ugye szerepel az úgynevezett forradalmi párbaj, amelyet a két baradlai fivér vívott meg a budai vár ostroma során. Most ez a valóságban megtörtént, méghozzá egy Tápióbicskénél. Ugye az történt, hogy Leiningentől az egyik zászlóját, méghozzá a 9. kassai vörössivkás honvéd zászlója, Domenics elvette, közölte bele, hogy az egyik tisztjének, Kispál alezredesnek akar egy dandárt létrehozni, és szüksége van erre a kassai vörössivkás honvéd zászlójára. Leiningen nem látta be ennek a célszerűségét, pláne, hogy pont a hadjárat kellős közepén kell a dandárnak a rendjét megváltoztatni. Ennek az lett a végé, hogy irgalmatlanul összeveszett Kispállal, és kihívta párbajra. Na most hát hogyan lehet párbajozni a csatatéren? Hát kitalálták azt, hogy aki először fog átérni a Tápiónak a hídján, az lesz majd ennek a párbajnak a győztese. Ugye Leiningen a saját régi zászlóját, a 19x3-as sorgyalog zászlóját vezényelte, Kispál, a lezredes pedig a volt zászlóalja, a vörösipkás zászlója elé éptetett, és azzal indult rohamra, de ebben a rohamban vett részt a szegedi 3. fehértollas honvéd zászlója is. Ennek az lett a vége, hogy egyszerre értek át a hídon, tehát nem lett a párbajnak győztese. Ez a párbaj olyannyira úgymond hírnevessé vált, hogy az ütközetet követő estén Damjan is maga gratulált egyébként Leiningennek és Kispálnak is, és közölte velük, hogy soha még lovagiasabb módon nem intéztek el ilyen ügyet, mint hogy ezt ők megtették. Hát ezt írta meg Jókai voltak éppen a Kőszívű ember fiai című regényében, de lehetne még számos ilyen példát előhoznunk, hogy Jókait voltak éppen nem az írói fantáziája vezette, hanem valóban megtörtént eseményeket dolgozott föl, hiszen ott van a másik párbaj, amelyet például a kokáért ugye Baradlai Richárd és Palvic Ottó vértes őrnagy vívott meg. A Jókai könyv szerint ugye az isaszegi csatában vívták ezt meg, a valóságban ez is a Tápióbicskénél történt meg. Ott az volt a valóságban, hogy az első császár huszárezred került szembe a horvát lovassággal, a báni huszárezrednek a katonáival. Most a báni huszárokat, azokat csak Jézus Mária huszároknak csúfolták a honvédek. Ugye ez volt az egyetlen egy huszár alakulat, amelyik a császári hadsereg kötelékében ellenünk harcolt 1848-49-ben. Ezek horvát pandúrok voltak, akiket ugye lovakra ültettek föl, és a napóleoni háborúból származó ilyen régi egyenruhákkal látták el őket. És egy császári tisztnek a napoljából tudjuk azt, hogy macska módjára ülték meg a lovakat, tehát kézzel lábbal kapaszkodtak a lovak sörényében, elsőnek a lovaknak a hátáról. És amikor meglátták a magyar huszárokat, Jézus Mária fölkiáltással a hátukat mutatva elvágtáztak a csatatérről. Na most azért Tápióbicskénél nem egészen így történtek a dolgok. És még egy odalék itt a Jézus Mária huszárokhoz, hogy a Degréi Alajosnak a napójából tudjuk azt, hogy más aspektusban megközelítve a történetet, amikor 1849. január 5-én bevonulnak ide a császári csapatok, itt vannak a báni huszárok is.
és amikor egy pesti kofa meglátta ezeket a silány gebéken ülő huszárokat, fölkiáltott, hogy Jézus Mária, hát ezek is huszárok. Tehát vagy az egyik megállapítás, vagy a másik megállapítás lehetett az igaz, de mind a kettő egyébként nagyon szép történet. Tehát az történt Tápióbicskénél, hogy a báni huszár, a parancsnok, a báró Herman Ried, ez a vértes őrnagy, meglátta, hogy vele szemben ott vannak a császár huszárok, és azokat Sebő Olajos alezredes vezényli. Ők egyébként ismerték egymást 1848 előttről. Ried ezzel egy szálfa termető vértes tiszt volt, aki ugye, több párbajt tudhatott maga mögött, tehát ismerték a nevét a császári hadseregben, és a szabjájával integetett Sebőnek. Sebő kénytelen volt elfogadni a kihívást. Az első összecsapás során ő kapott egy elég kemény karvágást, majd miután Sebő rájött arra, hogy az ő lova erősebb, mint a vértes tiszté, a következő összecsapásban meglökte a vértes tisztnek a lovát, aki kibillent az egyensúlyából, és ekkor tudott egy második szájat varázsolni a fejére Herman Ried ezzel őrnagynak, aki azon mód holtan esett le a lováról, de ott is temették el a tápióbicskei csatasíkon. Na de térjünk vissza ugye Leiningennek a személyére. Az aladi várbörtönben egyébként, szabad így fogalmazni, ő írta a legszebb szerelmes leveleket a feleségének. Itt is csak Katona Tamásnak a dokumentum gyűjteményére tudok hivatkozni. Érdemes elolvasni, hogy miket írt Sissány Eliznek egyébként. De tényleg szívszorító sorok, amelyeket még az utolsó éjjel is írt szeretetnejének, és kérte, hogy gondoskodjon két kis gyermekükről. Amikor az utolsó útjukra kísérték őket, a források megoszlanak arról, hogy ki milyen ruhát viselt. De tény és való, hogyha egyeztetjük ezeket az apró kis mozaikkockákat, kiderül, hogy mindegyik vértanú feketébe öltözött, fekete civil ruhát viseltek, egyetlen egy ember kivételével, Leiningen Westerburg Károly gróf volt. A egyes naplók szerint azt lehet gondolni, hogy tábornok egyenruhában akasztották föl. A valóságban ez biztos, hogy nem történhetett meg, mert egyrészt Leiningennek valószínűleg nem is volt ideje arra, hogy a nyári hadjárat során megvarassa magának a tábornok egyenruhát. Másrészt pedig a honvéd tábornok egyenruhának a színei megegyeztek a császári hadsereg tábornoki ruhájának a színeivel. Tehát a császári hadbíróság nem tűrte volna azt, hogy valakit olyan ruhában akasztanak föl, mint amelyet a császári királyi hadsereg tábornokai viseltek, tehát a színek ne egyezzenek meg egyáltalán. Itt több mint valószínű, hogy abban a Tőstészti Attilában ment ki utolsó útjára, amelyet ugye 1849 tavaszán és csalán katonai sikerei alkalmával viselt, és amelyben meg is örökítette Barabás Miklós, de még valamikor 1849-ben lehet látni, egy igen deli fiatal ember volt, aki szegről végülről rokona volt egyébként az angol Victoria királynőnek is. És amikor kiszorították Leiningent a bitófához, az utolsó szó jogán volt még annyi lélek jelenléte, hogy az őt ért rágalmazásokat voltak éppen alacsony rágalmaknak nyilvánítsa. Történt ugyanis, hogy az egyes bécsi lapok azt szellőztették meg, hogy a budai várbevételekor Leiningennek a honvédei leöldösték a magukat megadó császári katonáknak, vagy katonákat. Most ez nem így történt a valóságban. Valóig az, hogy pár császári katonát ledöftek a honvédek, de nem csak Leiningen, hanem például Máriási János ezredes is oda között volt, akik megakadályozták, hogy úgy ebből tömegmészárlás legyen. Tehát Leiningen pont az ellenkezőjét tette annak, mint amit leírtak róla, és ezt az utolsó szó a jogán próbálta meg cáfolni, amely hát aztán ugye, ki tudja, hogy mennyire hallgatták meg a kivégzési négyszörnek a katonái. És az utolsó szava is azok voltak, hogy odafent igazságosabban ítélnek fölöttünk. Tehát nem is azok a gondolatok, amelyeket lehet olvasni például az interneten, hogy miket mondott ugye Leiningen Westerburg Károly. A csendeszavú Aulich Lajos volt a hetedik, akit a bitófához szólítottak ki. Ő egy pozsonyi német vendéglősnek volt a fia, tehát magyarul nem is tudott egyébként, és életét a hadseregnek szentelte. Már a napolóni háborúk korában belépett a császári királyi hadseregnek az állományába, a pozsonyi második sorgyalogezrednek a kötelékében teljesített szolgálatot, amely ugye Sándor cárnak a nevét viselte,
És 1848-ban már olezredes volt, amikor a magyarországi események miatt ugye le kellett neki is menni a délvidéki hadszintére, és így vett át ezredének a parancsnokságát. De Aulich egy végtelenül megbízható öreg katonatiszt volt, akire a tabaszi hadjáratban Görgei Artúr tudott számítani, többek között neki is volt köszönhető, hogy az isaszegi csatában a hadtestének katonái, tehát ugye a második hadtestnek a katonái idejében érkeztek meg erősítés gyanánt. Tehát ő, ahogy megbeszélték, úgy ott is volt a csatatéren, nem úgy, mint például Klapka, aki hajlamos volt egy kicsit hisztizni és visszavonulni a honvédejével, mint hogy azt megtette Tápió Bicskinél és megtette isaszegnél is. És Aulich, hogy egyébként lehet tudni a korabeli forrásokból, hogy egyszerű honvéd egyenruhában járt, minden dísz nélküli viaszos vászontokba húzott csákó volt a fején, és ő volt a szabadságharcnak az utolsó hadügyminisztere. Tehát ebbeli minőségében került aztán hadifogságba. És hát igazi katonember lévén az utolsó éjszakája Horáciuszt olvasgatott eredetiben, tehát latin nyelven olvasgatta ezeket a költeményeket, és amikor a Bitó felé szólították, akkor voltak éppen az általa eldobott szíval akkor aludt ki, amikor őt kivégezték, tehát amikor felakasztották. A Rácok ostora, Damjanics János tábornok volt a 8. az akasztottaknak a sorában. Hát talán Damjanics János a legnépszerűbb 48-as honvéd tábornokoknak a sorába tartozik, akiről, hogyha most minden történtet elmesélnék, akkor holnap reggel is itt ülnénk, hiszen róla van a legtöbb 48-49-es adoma. Tény is való, hogy könnyebb volt átugrani sem, mint megkerülni, egy herkulesi termetű ember volt, hát aki, fogalmazunk úgy, hogy nem betette meg a földi örömöket. Tehát szerette a jó ételeket, a bort, a pálinkát, a szivart. Ebből adódóan mindig egy társzekér kísérte, ahol megfelelő mennyiségű alkohol állt az ő rendelkezésére, vagy a bajtársait rendszeresen meghívta pálinka kóstolgatásra, amikor éppenséggel valahol táborozgattak. Ezt ugye Leiningennek a napójából is lehet tudni. Ugye azonban egy rettenetesen erős és nehéz személyiség volt. De 1849. március 5-én, amikor a szolnoki ütközetre került sor, a Damjanics János és Bécsei Károly tábornokok csapatai támadták meg a szolnoki hídfőt, viszont a győzelmet elsőként Bécsei Károly küldte meg Debrecenbe. Ezen viszont Damjanics rettenetes módon bepipult, és keresetlen szavakkal elküldte melegebb égtájakra Bécsei Károlyt. Az állt a dolgok hátterében, hogy Bécsei volt a langidős. Pár héttel előbb nevezték ki honvéd tábornokká, és ezt Damjanics nem nézte jó szemmel, nem szerette volna azt, hogyha valaki fölötte, mint hadtestparancsnok diszponál, ő saját hadtestet akart magának. Ennek az lett a vége, hogy Bécsei engedett a vitájukban, így lett Damjanics János a legendás harmadik hadtestnek a parancsnoka, Bécsei pedig lekerült az ötödik hadtestnek, vett át a parancsnokságát, az aladi ostromsereget ő vezényelte. De hogy milyen volt még a Damjanics, arra egy-két ilyen érdekes történet. Amikor 1848-ban ugye visszatér az Észak-Itáliai hadszintéről, abban büntetésből vezényelték, mert Hajnauval, a temesvári főhadparancsnokkal összeszólalkozott, hogy ő szerb létére kikérte magának, hogy a magyarokat szidalmazza Hajnau. Tehát elképzelhetjük, hogy ez egy érdekes jelenet volt, hogy Jovan Damjanics, ahogy ugye a szerbek nevezik, kikéri ezt, hogy a magyarokat sietegeti Hajnau. Tehát megérkezik a Magyarország területére, és kinevezik a harmadik szegedi honvéd zászlói parancsnokává. Most ebben az zászlóiban is igen sok volt a jurátus, illetve az értelmiségi származású diák, és hát ezek bizony nem nagyon örültek neki, hogy egy szerb származású tiszt lesz az ő parancsnokuk, ezért delegációt menesztettek hozzá. Három főből állt a delegáció, Damjanics ott fölkeresték egy polgári házban, egy tornácos házban volt a főadi szállása, és közölték vele, hogy hát miután ő egy most szabad így kissé keresetlen szavakkal jelnem, de hogy hát egy utolsó rác bestia, és az első adandó alkalommal ők hátulról le fogják puffantani. Most hát Damjanics ezt eléggé hát profán módon intézte el. Ha lehet hinni a visszaemlékedésetnek, három nagy csattanást lehetett hallani a házból,
A küldöttség egyik tagja kirepült a tornácon, fejjel előre, a másikot az ablakon dobta ki, a harmadikat meg fenébe rúdosva zavarta ki a tornácra, és közölte szó szerint, hogy ezt üzenem a téntásseggű diákoknak. És másnap összetrombitálta, összedoboltatta az ászlóját, kiállt elők, és közölte, hogy tessék, itt vagyok, lehet lőni. Hát meglepődtek a katonái, nem tudtak mit csinálni, és utána, miután a délvidéken kiderült, hogy milyen rátermett parancsnok Damjanich János, katonái értésre tűzbe mentek egyébként, és ő igazi, ha szabad így fogalmaznom, forradalmi tábornok volt, hiszen gondoljunk arra, hogy 1849 tavaszán, a tavaszi hadjáratban nem egy alkalommal papokat lövetett agyon, akik ugye kihirdették a császári manifestumot. Tehát ő azért erőteljesebben alkalmazta a forradalmi terrort, és bizony-bizony Damjanichnak a vasmarka kellett ahhoz, hogy Klapka György úgy vezényelje a hadtestét, mint ahogy kelljen. Hiszen engedtessék azt elmondani, igaz, hogy ugye Klapka György Istennek hála nem volt az radi vértanúk sorában, de ő volt a tavaszi hadjáratnak az egyik szellemi atya. Ugye maga a hadjárat első hadműveleti szakasza órai pontossággal kellett, hogy működjön. Ugye az volt a lényeg, hogy a magyar 7. hadtest a 60 pesti országúton minél nagyobb lármát csapva elhiteti azt, hogy ott vannak a magyar fősereknek az alakulatai, miközben a magyar fősereg, tehát a valódi fősereg, az első, a második és a harmadik hadtest a Jásságon és a Tápióságon keresztül egy oldalazó menetben érkezik Gödöllő alá, és valahol Gödöllőnél kerítik be Windischgrätznek a császári királyi fősereget. Na most az első porszám ott került a gépezetbe, amikor április 4-én Tápióbicskinél Klapkának megfutottak a csapatai. És Klapka eltűnt a csatatérről, valahova elkeveredett, lefeküdt aludni, mert annyira elfáradt. Azt hitték az emberei, hogy ő elesett a visszavonulásnak a forgatagában, aztán valahogy csak visszakeveredett, és Damjanichnak a harmadik hadteste volt az, amely a vereséget győzelemmé tudta varázsolni. Április 4-én, két nappal később, amikor Klapkának a 29. születésnapja volt, 1849. április 6-án járunk, nagypéntek, isaszegi csata, Klapka nyitja meg a támadást, és a csapatai megfutnak annak rendje és módja szerint, eldobálják a lőszertartóikat, mondvá, hogy a becsomagolt lőszerben nem puskaporva, hanem békasó, és nem tudják a fegyvereiket elsütögetni, mert különben is ők fáradtak. És akkor vonulnak vissza az első hadtest csapatai, Damjanich állja a sarat, ugye a harmadik hadtest derekasan küzd a császáriakkal szemben, és ekkor robban be a csatatérre Görgei Artúr Kókáról érkezve, ugye tajtékzó hátaslován, megkeresi Klapkát, aki elkezd panaszkodni, hogy hát fáradtak a csapataim, majd holnap folytassuk a küzdelmet, akkor lesz alkalmunk kivívni ezt a diadalt, és erre Görgei közli vele, túlharsogja a csatazajt, hogy ma kell győznünk, vagy mehetünk vissza a Tisza mögé. Ez a két megoldás van, a harmadik út nincsen. És ez volt a döntő pillanat a szabadságharc tavaszi hadjáratának, amikor Klapka lovának a fejét visszafordítja Isaszeg irányába, a csapatait rendezi, és újból támadásra indulnak. Tehát Klapka egy kiváló elméleti szakember volt, azonban a gyakorlatban nem tudta kellő módon az erejét átvinni a csapataira, és ezért azok hajlamosak voltak sajnálatos módon megfutni. Damjanich egyébként az utolsó éjszakáján, hogy térjünk vissza az ő személyére, még a hóhérra, a Franz Bottal is kedélyesen elbeszélgetett, ugye egy szibara meghívta is elbeszélgettek, és állítólag a hóhér mondta neki, hogy a méltóságos úr meg lesz majd vele elégedve. És erre mondta neki, Damjanich, hogy hát tök félkor mit lennék megelégedve, amikor felakasztasz másnap. És mondta, hogy hát ügyelj a szakállamra, össze ne borzoljad, amikor a kötelet a nyakamra teszed. De Damjanichról sok történetet el lehet mesélni, de ha már az alkoholnál tartunk, azért legyen még egy érdekesség, hogy túl azon, hogy ők valóban a szabadságharc félistenei voltak, azért mégis ugye, ők is emberből voltak, tehát voltak erényeik és hibáik. A Váci ütközet során, 1849. április 10-én járunk, szörnyű ócska idő volt, ugye szakadt az eső, ködös idő volt, és Damjanichnak a katonái már órák óta dagasztották a sarat a pesti országúton, a Vác déli bejáratán, ahol van most a Gombáspataknak a barokk kőszentes hídja. Azon kellett volna átrohanni a honvédeknek. Damjanich már elvonta a várakozást, órák óta lőtték a császári csapatokat,
odaléptetett nagy csontos lován a szögedélyekhez, és mondta, hogy hát fiúk, hát esik az eső. Hát ázunk. Hát igen, ázunk, tábornok úr. Hát be kéne mennünk Vácra. Bemegyünk, bemegyünk. De hát ott van a német. Kiverjük a németet? Persze, persze, kiverjük. Na, meg is indult a roham. Ott is derekasan megállták a helyeket a honvédek, és amikor megérkeznek Vácra, az alsóvárosi plébánián, Damenisnak az első kérdése az ott énfelgő kispaphoz, hogy Vátrész, van-e jó pálinkátok? És a szegény kispap megdöbben, hát tábornok úr nincsen, de kerítünk önnek. De estére már sikerült is neki keríteni. Damenics aztán ugye egy közlekedési balesetben eltörte a lábát Szilánkossal, Komáromnál. Ebből adódóan került ő aztán később az aladi várnak a parancsnoki beosztásában, és így került hadifogságba, és így került a császári hadbíróság elé. De azt gondolt, hogy utoljára akasztják föl, mert a csatában mindig az első volt, hát ehhez képest ugye ő volt a nyolcadik, akit a bitó alá szólítottak, de tudjuk azt a visszaemlékezésre, hogy az ő halála sem volt olyan egyszerű, tehát elég gyötrelmes módon szenvedett ki, amire a hóhér segédek és a hóhér végzett vele. Az utolsó gondolata is a felesége volt, ugye Damjanics imáját gondolom, hogy mindannyian ismerik, amelyet az utolsó éjszakáján írt Damjanics János. Aztán a kivégzés követően egyébként az ő holttestét is kimenekítették. Lehet tudni a visszaemlékezésekből, hogy aztán az igen meleg őszi időjárásnak köszönhetően a leszögezett koporsót a Damjanicsnak a holtteste egyszerűen szétnyomta, tehát ugye annyira eldeformálódott a hirtelen jött meleg időjárásból, hogy több únyira felnyomta a leszögezett koporsó fedelet. Utána tudták csak megadni neki a végtisztességet, aztán később ugye ő is bajtársaival az aradi osztáriumba került 1974-ben, illetve akkortól volt a mandak már ott 11-en. Az utolsó volt a kibézetteknek a sorában gróf Écsei Károly honvédtábornok, aki a neve alapján gondolhatnánk, hogy egy magyar főrend volt. Igen, tény is való, hogy magyar nemesi családnak volt a sarja, de az édesanyja német volt. Gyerekkorában csak német szót hallott, úgyhogy a huszárjai között tanult meg ő is magyarul. Valószínűleg jobban tudott káromkodni, csak úgy, mint ugye Pöltenbergeren, akiről már a korábbiakban megemlékeztem. Vécsei Károlynak egyébként az édesapja, gróf Vécsei Ágoston, a magyar király nemesi testőrség utolsó parancsnoka volt, egy nagyon szépen dekorált tábornok, és a Vécsének még 12 testvére volt egyébként, tehát egy nagy családnak a sarja volt. Ugye hatan voltak fiúk, és 7 lánygyermek volt. A 6 fiúból nem csak Vécsei, hanem még több testvére is szolgált a honvéd hadsereg 5-én, de ők később visszatértek a császárnak a hűségére. Vécsei nem volt egy kiváló hadtestparancsnok, a katonái őt sem nagyon szerették. Tehát ugye ő a második Hannover huszárezredeknek az őrnagyaként került a honvéd hadseregnek az állományába, de neki múlhatatlan érdeme volt abban, hogy 1849. januárjában, amikor a bánsági hadtest a feloszlás küszöbére került, azt megakadályozta. Ugye a hadtest parancsnok Eszterházy tábornok kijelentette, hogy ő nem hajlandó császári csapatok ellen harcolni. Erre Vécsei Lenkei János segítségével átvette a parancsnokságot, és közölte, hogy aki nem engedelmeskedik, és nem tartja be a magyar alkotmányra tett esküjét, azt agyon fogja lövetni. Na hát ez hatott, és így a hat test nem került ebek 30-adjára. Említettem volt, hogy mi történt a szolnoki ütközet során, ahol Vécsei a csapatai nagyobb részét Damjanicsnak a rendelkezésére bocsátotta, de ezt Damjanics elfejtette a hadijelentésében megírni. És amikor Vécsei oda kerül az aradi ostonserednek az élére, egy finom glasszékesztyűs úriembernek írják le abba ezt a tisztjét, aki ugye hódol a szebbik nemnek, de mondjuk el azt, hogy ugye őnek is megdobottatták a leányok a szívét, és egy Dufault Karolina nevezetű hölgyeménnyel élt vadházasságban, szabad így fogalmaznom. Ő egy férjezett asszony volt egyébként, és valamikor 1849. augusztusának közepén, tehát a szabadságharc végnapjaiban össze is házasodtak. Igaz, hogy az őket eskető papnak azt mondták, hogy nincsenek meg az irataik, hogy a mennyasszony nincsen férnél, megtörtént a frígy, utólag kiderült, hogy nem választották az első férjétől, tehát bigámiát követett el a feleség, és ezért érvénytelenítették a házasságot. Aztán évtizedekkel később a
DuPont Karolinának sikerült az özvegyi jogait érvényesíteni, tehát végül a magyar államtól nyugdíjban is részesült. Visszatérve Aladra, ugye Vécsei ostromot Aladot igen módszeresen vett részt, vagy irányította az ostrom műveleteket, ugye ő vágatta át a marost, ennek köszönhetően teljesen körül tudta zárni az erődöt, és így kapitulált 1849. június 27. és július 1. között. Vécsének ekkor történt egy második szerencsétlen napférja. Az első ugye volt Domjanicssal. A második Bem Józseffel történt. Bem valamikor április közepén megjelent a bánságban, és jó szokásához híven nem volt a csapata. Ugye mindenhol rakott le egy-egy kisebb-nagyobb honvéd kontingest, és amire odaért a bánságban, nem maradtak emberei. Kossuth jelezte neki, hogy Vécsei csapatai fölött diszponálhat, tehát azokat nyugodtan használhatja, igen ám, de erről Vécseit nem értesítette. Bem egyre erőszakosabban követelte, hogy Vécsei bocsássa a csapatokat rendelkedésére, Vécsei pedig ezeket sorra másra megtagadta. Ennek az lett a vége, hogy Bem írt egy igen pikírt hangvételű levelet, amelyben nemes egyszerűséggel hazaárulónak és minden tehetség nélküli tisztnek minősítette Vécsei Károlyt. Ez egy dolog, hogy a levelet megírta, de ezt a levelet magyarra lefordította Petőfi Sándor, és megjelent több navilagban is. Tehát az akkori közvélemény értesült arról. Most ennek elég csúnya következménye lett, nem is Vécsére nézve, hiszen a vitát sikerült egyengetni. Bem írt egy másik levelet, amelyben leírta, hogy voltaképpen ő mégsem így gondolta. Vécsei pedig fájdalomdíjgyanát megkapta a második osztályú katonai érdemmel, katonai és polgári fokozatát. Azonban, aki ennek az egésznek a levét megitta, az nem volt más, mint Petőfi Sándor. Ugyanis a 1849. májusának elején valamikor megérkezik Debrecenbe, méghozzá őrnagy egyenruhában. Ugye addigra az már megtörtént, hogy ő februárban leköszönt a századosi rendfokozatáról, amikor Mészáros Lázárral, az akkori hadügyminiszterrel összeveszett. Ugye akkor írta meg a Nyakrabaló című költeményét, amelyben igen gúnyosan, vitriolva mártott tollal írta le szegény öreg Mészáros Lázárt mindenféle öreg kóficnak, meg a régi császári királyi tiszteket, és utána ugye civilként ment vissza Erdélybe Bem mellé. Bem visszaadta neki a századosi sarzsiát, sőt elő is léptette őrnaggyá, de nem történt meg Debrecenből ennek az ellenjegyzése. Ennek ellenére Petőfi megjelent őrnagy egyenruhában, Debrecenben lejelentkezett az ideiglenes hadügyminiszternél, tehát a hadügyminiszter helyettesénél, Klapka György honvéd tábornoknál. Hát Klapkát sem ejtették a feje lágyára, amikor meglátta a Petőfit, egyből kérdőre vonta, hogy jogosulatlan módon, hogy már észel őrnagy egyenruhában megjelenni előtte. Hát Petőfi közölte, hogy őt Böhm nevezte ki, ezzel még egy dolabig el is vitatkoztak, aztán utána Klapka elé tolta a Honvéd című lapot, benne ezzel a bizonyos levéllel, hogy ez micsoda, hogy ez kinek a parancsára jelentette meg. És hát Petőfi közölte, hogy ez Böhmnek az utasítása volt, és hogy ő ezzel csak jót akart. Az lett az egésznek a vége, hogy Petőfi megsértődött, és másodjára is leköszönt a rendfokozatáról, és akkor Klapka közölte vele, hogy amíg a vizsgálatot le nem folytatják ellene, addig tessék Debrecenben maradni, azt követően döntünk a sorsáról. Petőfi hazament imádott hitveséhez és Zoltánka fiához, de megtudta azt, hogy az édesanyja ugye Pesten haldoklik, hát ő neki Pestre kell mennie, úgyhogy fogta magát, és a családjával elindult Pestre. A Budát pont akkor ostromolták a honvéd csapatok, tehát május 21-e előtt járunk. Petőfi Szolnokról írt egy levelet Klapkának, ugye postakocsival mentek, és a Klapkát tehát mindenféle keresetlen szavakkal illette, közölvén, hogy 100 év múlva sem fog rá senki emlékezni, ellenben ő rá Petőfire mindenképpen, mert hogy ő a nemzetnek a nagy költője, és különben is, hogyha párbajra került volna a sor, akkor Petőfi Klapkát lelőtte volna, mint a nyulat, mert hogy jó lövő vagyok, ám én. Ezzel zárta a levelét. Klapka a levelet megkapta, számolt magában, egy pár levelet meg is fogalmazott ennek kapcsán, amit ugye Kossuth elé akar terjeszteni. Az ügyből akkor nem megy semmi. Ott vagyunk Budán, Petőfi őrnagyi uniformisban elmegy a magyar csapatotnak a fürdiszállására. Ugye a budai óra villában volt ekkor a magyar fürdiszállás, és legnagyobb döbbenetére a folyosón kivel találkozik, a Debrecenben pont akkor odaérkezett Klapka György honvéd tábornokkal.
Hát el tudjuk képzelni, hogy milyen vadnyugati jelenet alakulhatott ki közöttük. Az lett a vége neki, hogy Petőfit azon mód lecsukatta, tehát Áristomba záratta a Klapka György honvédtábornok, és Görgei Artúr sietett egyébként Petőfinek a segítségére, hogy különben is beteg édesanyját jött látogatni, tessék kiengedni, hogy Petőfit kiengedték, na akkor újból leköszönt a rendfokozatáról, amit ugye persze el is fogadnak valamikor 1801-ben keresztülán, és akkor civilként követi végül is bemet Erdélybe, és ugye tudjuk, hogy 1849. július 31-én látták őt utoljára életben a segesvári csatasíkon. Na de térjünk vissza eredendően Bécsei Károlyra. Tehát, ahogy említettem, volt, nem volt úgymond túlzottan nagy népszerűsége a csapatok körében. Pont abból adódó, hogy nem volt a legvitézebb huszártiszta, ahogy többen is jellemezték, de érdekesen alakult ugye az ő utolsó életpillanata, hiszen ugye a kérdés fölmerül, hogy miért őt akasztották fel utoljára. De egyes visszaemlékedések szerint az édesapja, tehát az a már említett Vécsei Ágoston járta ki ezt a kegyet az uralkodónál, hogy a fiát utoljára akasszák fel, hogy nézze végig a bajtársainak az utolsó pillanatait, az ő kiszenvedésüket. Nem lehet tudni, hogy így történt-e vagy sem. Pár évvel később az édesapja szabályosan beleőrült abba, hogy a fiát ilyen módon veszítette el. Tehát ezt nem tudjuk, hogy így történt-e. De van egy másik szála is ennek a történetnek, ugyanis ott volt első Ferenc Józsefnek a főhadsegéde, gróf Karl Grünne, aki ugye ekkor még ezredes volt, később pedig tábornoka avanzsát. Ő 1848 előtt a második Hannover huszárezrednél őrnagyként teljesített szolgálatot. Vécsének volt a tisztása. Tehát egy ezredben szolgáltak, és állítólagosan ugyanannak a fehér nép megtették a szépet, ennek a bizonyos Karolina nevezetű hölgyeménynek, és ebben a nemes vetélkedésben mégis is Vécsei lett a nyertes, Grünne pedig kosarat kapott. És állítólagosan emiatt járt el Ferenc Józsefnél, hogy a Vécsei utoljára maradjon az akasztandóknak a sorában. Ugye Vécsének nem volt már kitől elköszönnie, és ebből adódóan a régi halagosa Damens János tábornoknak a holttestéhez lépett oda. Letérdelt előtte többször megcsókolta a kezeit, mint egy bocsánatkérésképpen, hogy életükben nem voltak túlzott a jó viszonyban, és utána őt is eléggé bestiális módon végezték ki Franz Bott és segédei. Hát a halál beállt, tehát követően még percekig dobogott neki a szíve, ezt lehet is olvasni az itt lévő visszaemlékezés részletben. Hát lehetne róluk még órákat mesélni, de miután az időnk, ha szabad így fogalmazni, szűkre szabott, még egy pár dolgot szeretnék önöknek elmondani. Ugye 1849. október 6-án, ahogy már említettem volt, nem csak a 13 aradi vértanút végezték ki, hanem az első felelős magyar kormány miniszterelnökét, gróf Batthyány Lajost is. A pesti új épületben, illetőleg Fekete Imre gerilla tizedest is ezen a napon végezték ki, majd két nappal később Gonzácki János katolikus tábori lelkészt lőtték agyon Pesten. Ugye október 10-én őket követte Csányi László és Báró Jeszenák János kormánybiztos, de a Csányi a kivégzése előtt mondta azt állítólag, miután az egyik tiszta kivégzés négyszőből rászólt, hogy majd a szemétdombra fog kerülni a holttestük, és erre azt mondta állítólagosan Csányi, hogy az is magyar föld. Úgy lépett a bitófa alá. Aztán ugye október 24-én Szacsai Imre jegyzőt végezték ki, aki ugye bábáskodott a függetlenségi nyilatkozatnak a megszerkesztésénél. Tehát Báró Perényi Zsigmond volt a következő, aki a felsőháznak volt az elnök, illetve Csernyus Manó pénzügyminisztériumi osztálytanácsos, akit szintúgy felakasztottak. De még egy pár emberről mindenképpen meg kell emlékeznünk. De október 18-án Kolozsvár határában akasztottak föl két honvéd tisztet. Az egyik Sándor László nemzetőr százados volt, aki 16 oláfelkelőt lövetett agyon, ez volt neki a bűne. A másikuk pedig Tamás
András nemzeti őrnagy volt, Csíkszéknek a katonai parancsnoka, neki ez volt a vétke, ezért végeztek velük. Aztán október 20-án ki három úgymond nemzetközi cégéres gazembert akasztottak föl. Az egyik Péter Zsiron alezredes, egy német származású ember volt a német légiónak a megszervezője és első parancsnoka, illetve ott volt mellette Herceg Miciszláv Boronyecki, alezredes, ugye egy kiváló szabad csapatnak a szervezője, később Dezső Piarisztitnek volt az egyik segédtisztje, és mellette volt még egy másik lengyel, Karol Dabankurt, egy franciás nevű lengyel nemesről van szó, aki egyébként korábban a testőrségnél teljesített szolgálatot, őt akasztották még föl Pesten. Október 25-én pedig ugye Aradon végezték ki Kazinczy Lajos ezredest, ugye a Széphalmi remetének a legkisebbik gyermekét, akit tévesen általában tábornoknak szoktak titulálni. Ő sem volt tábornok, hanem ezredes volt. Ugye hadosztály parancsnok, de mint önálló seregtes parancsnok tette le a fegyvert a cári csapatok előtt is, ezért is került Aradra, és emiatt is végezték ki. Ugye rengeteg érdekes történetet lehet tudni ezekről az eseményekről, a kibégzésekről, és engedjék meg, hogy még megemlékezzek Lenkei János honvéd tábornokról, aki majdnem aradi vértanú lett. Ugye őt az őrületbe kergették, hogy 1850. február 9-én halál útján jutott fogyatékba, hogy lehetett olvasni a haláláról szóló hivatalos föltéresztésben, de a börtönben beleőrült az őt ért vegzálásokba. Amúgy egy labilis idegzetű ember volt egyébként, de Tetőfi is megénekelte, hogy 1848-ban a Lenkei Százada című versben az ő hőstettét, ahogy katonáival hazajött Galíciából. A dolognak annyi a pikantériája, hogy azért Lenkei nem önszántából jött, hanem a századának az altisztjei szervezték meg a szökést. Őt és a beosztott tisztjét, fiát Pompeius hadnagyot pedig megkötözték, úgy hozták el őket a határig, és akkor oldották le róluk a köteleket, és hogy megérkeznek Máramarosz szigetre, hatalmas ribillió lett ebből, hogy a Württemberg huszároknak egy százada öntevékeny módon hazajött. Ugye akkor még arról volt szó, ugye megindult a kötélhúzás Bécs és Pest-Buda között. A Batthyányék azt szerették volna, hogy az idegenben lévő magyar csapatokat, tehát a külhonban lévő császári királyi csapatok magyar kiegészítési alakulatait hozzák az a Magyarország területén, innen pedig az idegen katonákat vigyék el. Ez ugye ismerős a 12 pontból. Azonban Bécsnek volt annyi esze, hogy ellenségnek nem fogja hazavezényelni ezeket az alakulatokat, ezért húzta, halasztotta a dolgot. Ezek a huszárok nem várták be a parancsot, hanem hazaszöktek. Bécs verte az asztalt, tehát a bécsi hadügyminisztérium követelte Mészáros Lázártól, hogy tessék kibizsgálni az ügyet. De ennek az lett a vége, hogy valóban eljárás lett a dologból, és a huszárok azt kapták büntetésből, amiért valóságban hazajöttek, lekerültek a Délvidékre, hogy a rácok ellen harcoljanak, és ott bizonyították az ővítéséjüket. Egyébként Lenkei mindenütt is mindenhol árulás szimatolt, csak úgy, mint Nagy Sándor József. Emiatt is már lehetett érezni, hogy nem teljesen tiszta az elméje, és ugye a tébolya az aradi várbörtönben hatalmasodott el rajta, és így halt meg 1850-ben, tehát őt nem tudták kivégezni. Tehát emiatt is szagadt félbe a vele kapcsolatos hadbírósági tárgyalás. Meg kell még említenünk Ludwig Hauk alezredesnek a nevét, akit 1850. február 19-én akasztottak föl Aradon. Ő volt az utolsó aradi vértanú egyébként. De hogy milyen büntetési formák, megtalási formák voltak még, arról is ejtsünk egy pár szót. De még a nyári hadjárat során történt az, hogy több település, amely a honvédeket támogatta, kollektív büntetésbe részesült. Ugye így gyújtották fel Bűsárkányt, Csornát, Csongrádot, vagy éppenség az olasz csapatok Losoncot. Hadisarcot vetettek ki a honvédeket pártoló zsidó közösségekre, hogy említsük őket külön. Tehát például a pest-budai vagy az aradi zsidó hitközségre irgalmatlan pénzösszeget róttak ki, de egyszerű magyar városokat is megsarcoltak, mint például Kézdivásárhely, Háromszék Párizsa, amely ugye a Gáboráron révén a székelyföldi hadipart megteremtette, és ugye Gáboráron több mint 70 löveget öntött a honvédsereg erdélyi alakulatai számára. Tehát emiatt részesültek ebből a büntetésben, vagy Kolozsvárt is ugyanígy megsarcolták.
mindennaposak voltak a botozások. Itt élő példaként kell megemlítenünk Mádespach Károlyné Buchholz Franciska esetét, akit ugye megvesztőznek nyilvánosan a Ruszkabánya főterén 1849. augusztus 23-án. Ez olyan, akkora port kavar föl ez az ügy, hogy a férje öngyilkosságot követel, tehát családi tragédia következik be, de ennek az esetnek a híre egész Nyugat-Európában ismerté vált. Így nem véletlen, hogy amikor Hajnaú a későbbiek során ellátogott egy alkalommal Londonba, akkor az egyik londoni sörgyár munkásai emiatt seprűzik ki a sörgyárnak az udvaráról, tehát a ruszkabányai megvesztőzésért. Ugyanígy például a kokáért meg kell említeni a kényszersorozásoknak az intézményét, de törvényhatóságonként gyűjtötték be a honvéd újoncoknak a névjegyzékét, a császári csapatok, ebből adódóan mintegy 40-50 ezer egykori honvédet soroztak be a császári hadsereg kötelékébe, büntetésből kerültek külországi alakulatokba. Ugye az volt a cél, hogy a Kossuth kutyákat megregulázzák. Na most hát nem ez történt, hanem a valóságban ezek az egykori honvédek, honvédtisztek, mert ugye századostól lefelé szinte mindenkit besoroztak a császári hadseregbe, ezek fellazították a császári hadseregnek a fegyelmét. Ebből adódóan aztán megválthatták a függetlenségüket, tehát 500 forint lefizetés ellenében mentesültek a katonai szolgálat alól. Ha már a katonáknál tartunk, de azt nem fejeztem be, de ugye a Hajnónak az volt a fixa ideája, hogy minden katonai vezetőt kivégeztet. De nem csak a tábornokokat, hanem az összes tisztet, aki a császári hadseregben teljesített 1848 előtt szolgálatot, hadbíróság állítatja és kivégezteti. Tehát itt több ezer emberről volt szó, mint egy 1200 egykori császári tisztelen indult hadbírósági eljárás. És az európai felháborodásnak köszönhetően végül ugye 600 halálos ítéletet nem hirdettek ki, hanem ezeket 10 és 20 év közötti várfogságra, vagy éppenséggel sáncfogságra módosították. Ugyanígy az egész társadalmat sújtotta, mint egy kollektív büntetés gyanánt azt, hogy a Kossuth bankokat ellenszolgáltatás nélkül kellett ugye beadni a császári hivatalok számára. Ugye ebből adódóan mintegy 66 millió forint kárért az akkori magyar társadalmat. Ez kb. Olyan trauma lehetett, mint amilyen például volt a kollektivizálásnak az időszaka a II. Világháború után. Vagy olyan trauma volt, mint Trianon. Hogy ne menjünk túlzottan messzire. Tehát itt ugye vagyonok is, egzisztenciák mentek tönkre, mert nem kaptak semmilyen ellentételezést. De hogy mekkora nagyságú lett ez az összeg, csak érzékeltetés gyanánt hadd mondjam el, hogy amikor a komáromi várőrség kapitulált, akkor Klapka kikötötte azt, hogy a várőrségnél lévő zsoldot váltsák át osztrák pénzre. Ez mintegy félmillió forint összeg volt. Az erődben több mint 20 ezer honvéd tartózkodott, náluk volt ennyi készpénz. Tehát ez is ugye egy töredék ennek a 66 millió forintnak, de ugye ők valamennyien szinten kárpótolva lettek. Ugye már említettem, volt ugye a várfogság és sáncfogságnak az intézményét, és ugye mint egy a zárszó gyanánt lehet azt elmondani, hogy a megtorlások során kb. 128 és 140 fő közé tehető azoknak a száma, akiket hadbírósági ítélet alapján végeztek ki 1849 és 1850 folyamán. Ugye Hajnaú akarta volna folytatni a kivégzéseket. Ne ringassuk magunkat abba a tévhitbe, hogy Ferenc József egy ártatlan bárány volt ebben az egész történetben. Ugye sokan azt gondolják, hogy egy fiatal 19 éves ember volt, ugye akkor az ifjú császár, és hogy voltak éppen az ő rossz szelleme, ugye édesanyja Zsófia főhercegnő volt, aki súgott a háttérből. Hát súgott ő is, de voltak éppen, ugye Ferenc József volt az, aki ugye Hajnaú értésére adta, hogy a kivégzésének a megtörténtét kell csak neki úgymond Bécsbe felterjeszteni, tehát Hajnaú ezért is használta ki a lehetőséget, hogy minél több embert hadbíróság elé állítasson és ki is végeztessen. Tehát ahogy mondottam, volt az európai felháborodás miatt ez a terror nem csapott a úgymond a mély magasabb hullámba, viszont ha egy párhuzamot akarunk vonni, akkor ott van 1956. Az azt követő kádári megtorlásokban kádárék bíróságai olyan 240-250 főt ítéltek kötél általi halálra. A pontos számot a mai napig nem lehet tudni, tehát elképesztő, hogy 1849-ben
a már említett 128 és 140 közötti a terror áldozatainak a száma, még Kádárék ezt túl is lihegik 1956-at követően. Ugye az aladi vértanúk ugye mindenki számára példát nyújtottak, és ezt lehet így zárszógyanánt is mondanom, hogy a segítségre hívom be ezt Báró Medgyászki Cézár tábori főlelkésznek a gondolatait, nyugodtan el lehet egyébként olvasni, amelyet ő leírt. Ugye Medgyászki Cézár volt Medgyászki László honvéd ördögnek az öccse, akit ugye 1849. június 5-én Hajnaú kivégeztetett, és ő az emigrációba kerülve írta meg 48-49-es élményeit is, egy igen szívszorító az ő visszaemlékedése. És tehát ha valaki, akkor ő valóban hitelesen tudta leírni az akkori eseményeket. Tehát mindenképpen csodálatra méltó az aladi vértanúknak a helytállása, túl azon, hogy megpróbáltam bemutatni, hogy ők is olyan emberek voltak, mint mi. Tehát ugye az utódok hajlamosak azt hinni, hogy ugye félistenekként vívták meg a szabadságharcot, de Kossuth apánknak a szobra körül mindenki kalaplengetve rohangászik és hajbókol az ő nemzeti nagyság előtt, de nálánál talán sokkal nagyobbak voltak ezek az emberek, ezek az aladi vértanúk, hiszen több mint valószínűleg tudták azt, hogy milyen sors vár váruk rájuk. Megvolt arra a módjuk és lehetőségük, hogy megszökjenek. Amíg az orosz fogságban voltak az orosz tisztek, többször az értésükre adták, hogy tessék menni, nincsen őrizet, tehát el lehet hagyni a tábor területét, de ők úgy voltak vele, hogy nem tettek semmilyen dolgot, ami miatt szégyenkezniük kellene, és ha elolvassuk a perirataikat, kidől szinte mindegyikük esetében, hogy ők ugye abban a hiszemben voltak, hogy ők szabályos parancsal, átvezényléssel kerültek ide Magyarország területére, és így kerültek a honvéd hadseregnek az állományába. Tiszta volt a lelkiismeretük. Tehát Hajnónak nem volt abban igaza, amit ugye írt Radetzky tábornagynak, hogy itt nem lesz többet forradalom, ha kell ő a fejével szabadon érte, és nyugodtan lövet lelkismert fordulás nélkül adjon százakat és ezreket, mert a Magyarországon rendet kell teremteni. Nem neki volt igaza, hanem az aladi vértanúknak és a többi vértanú bajtársuknak, hiszen ők példát mutattak annak tekintetében, hogy hogyan kell a magyar alkotmányért, a magyar függetlenségért kiállni, elmenni a legmesszebbig, fegyverrel a kézben szolgálni, és hogyha kell, meg is halni a hazáért. Hát ők ezt megtették 1849. október 6-án és a többi napokban. És ha még itt egy pillanatig elkanyarodhatok, még megemlítenék egy érdekességet. Volt például 13 nádor huszár vértanú is. Ugye 1848-ban a 12. Jászkun nádor huszárezred az Prága környékén állomásozott, és ők voltak azok, akik Kossuthnak a hazahívó szavára szakasz századkötelékben szöktek haza, mintegy 650-en kísérelték meg a hazaszökést, és közülük 251-en érték el a magyar határt. A többieket elfogták, volt, aki elesett a harcokban, és volt, akit kivézi osztag el állítottak. 1849 nyarán Ausztria területére vezényelték az ezredet, hogy Észak-Itáliába kerüljenek. De ezek a magyar huszárok, amikor megtudták, hogy Ausztrián keresztül visz az útjuk, azonnal elkezdték összedúdni a fejüket, hogy mit legyenek, mit ne legyenek. Így június 4-én Udvardi Ferenc őrmester vezetésével egy század huszár meg is szökött, és sikerrel csatlakoztak a honvéd hadsereghez. Ő egyébként hadnagyként került aztán hadifogságba, akik viszont őt követték. Azóta nem volt ilyen szerencséjük, úgyhogy ebből adódóan 13 Jászkun huszár elesett a harcokban, és tizedelés útján további 13 Jászkun nádor huszárt végeztek ki. Tehát ők is a szabadságharc kevésbé ismert vértanúi közé tartoznak. És ha már a vértanúk emlékezeténél tartunk, még egy gondolat engedtessék meg nekem, hogy ugye a mai kor embere, hogyha most megkérdezzük az utcán járókelőket, hogy hát az aladi vértanúkról mit tudnak, hát bizony sok mindent nem. Az is megdöbbentő, hogy a neveiket nem tudják felsorolni. Jó, ezt tudom, a történészetnek a reszortja, hogy név szerint elmondják mind a 13-jukat, meg a többieket is. Talán mondjuk Domenics Jánosnak a nevét meg tudják említeni, de én nagyon bízom benne, hogy ahogy ugye ők annak idején példát mutattak ebből a kiváló hazaszeretetből, ez átsugárzik a mai kornak az embereire. Nekünk meg kell próbálnunk azt, hogy ezt az érzést beleplántáljuk az ifjakba. Ezért is lett volna jó, hogyha
nem csak a lélekben ifjak, hanem igazi ifjak is jöttek volna a mostani előadásra, de bízom benne, hogy az internet segítségével majd ők is, ha most nem, akkor a későbbiek során be tudnak kapcsolódni. Úgyhogy én ezekkel a gondolatokkal szeretném megköszönni az önök megtisztelő figyelmét, és amennyiben van kérdésük, akkor állok szíves rendelkezésükre. Köszönöm. Nagyon köszönjük szépen Babuth Zoltán professzor úrnak ezt a mélyen szántó, gondolatébresztő, magvas, nagyívű előadását. Polgári Monológ. Érték a felszínen.